Visszavette a pálya előnyt Debrecen a jégkorongásztelig a negyed döntőjében a gyergyói hokiklubtól, miután a harmadik meccset 3-2-re megnyerte a Szent Miklóson. A negyedik találkozót azonban a gyergyóiak parádézva 7-0-ra nyerték, így négy meccs után 2-2 az állás a párharcban. A sorozat ötödik mérkőzését honlap este játszák Debrecenben, majd pénteken kerül sor gyergyó Szent Miklóson a hatodik találkozóra. Az elődöntőbe az a csapat jut be, amely elsőként szerez négy győzelmet.